ember emlékezet óta adatot én arra nem találtam, hogy felsővezető Bicskei járásbíróságon megjelent volna. Lényegében a pincétől a padlásig szemrevételezte az épületünket. Nagyon szerencsésnek tartom ezt a személyes találkozót az OVH részéről. Néhány gondolat arról, miként összegezték a bírósági elnökök az OVH vezetőinek Fejér megyei látogatását. Az országjárás harmadik útja Dunaújvároson kezdődött. A Dunaújvárosi Járásbíróságon többek között az elmúlt évek fejlesztéseit mutatták be. Az épület már a teljes mértékben klimatizált, és megújult a tárgyalótermi bútorzat is. A fórumon az új PP tapasztalatai mellett a távmeghallgatás további fejlesztéseiről esett szó. Különösen fontosnak tartjuk ezt a Dunaújvárosi Járásbíróság tekintetében, miután a Pálhamai BV intézet a mi illetékességi területünkön helyezkedik el, így szinte hetente érkezik megkeresés a Pálhamai BV intézettől, hogy minél előbb tudjuk alkalmazni a távmeghallgatást költségkímélő céllal. Sárbogárdon többek között a digitális bíróság előnyeiről, a benchbookkal kapcsolatos tapasztalatokról és a megtartó program fontosságáról beszéltek a fórum résztvevői, de a remélt épületfelújítás is nagy hangsúlyt kapott. A bírói fórumon az összes aktuális kérdés felmerült, ami a bíróságokat érinti a mai 21. században. Digitális bíróság, elektronikus kapcsolattartás, ügyfélközpont kérdése felmerült, ugye Sárbogárdi Járásbíróságot illetően szóba került ugye az esetleges felújítás kérdése, a látogatást megelőzően, illetve a látogatás kapcsán is sor került egy műszaki bejárásra. A Bicskei Járásbíróság a legkisebbek közé tartozik az országban, 16 fős létszámmal, 3 bíróval működik. A térség életében különösen fontos a bíróság, fogalmazott a járásbírósági elnök, ahogyan a látogatás is. Egy ilyen kis bíróság életében ez egy nagyon jelentős dolog. A kollégák az őket foglalkoztató kérdéseket feltelték elnök asszonynak, és az elnök asszony is közvetlenül láthatta a bíróságnak az életét. A Székesfehérvári Járásbíróság és Törvényszék épületében a most zajló épületátalakítást is szemrevételezte az OBH csapata. A fórumon az új PP és az új BE okozta nehézségek és megoldások mellett a közeljövő változásai foglalkoztatták leginkább a bírákat. A fórum nagy részében a közigazgatási bíróságok felállításának következményeiről volt szó, konkrétan arról, hogy a jelenleg még a közigazgatási és munkaügyi bíróságon szolgálatot teljesítő bírák és igazságügyi alkalmazottak sorsa a jövőben miként fog alakulni. A járásbíróság bírái és bírósági titkárai számára ez egy jó lehetőség volt, hogy az Országos Bírósági Hivatal elnökével egy kötetlen beszélgetést folytassanak. Hasznos volt például az, hogy a járásbíróság bírái és bírósági titkárai jelezhették elnök asszony felé, hogy szükségesnek találják a mediáció kapcsán a gyakorlati képzéseknek a kibővítését és a képzések számának növelését. Székesfehérváron nagy várakozás előzi meg a távmeghallgatás további bővítését, de aktuális ügyeket is szóba hoztak a bírák. Felmerült a BV kártalanítási kérdés, ami igen
komoly ügyterhet jelent a székesfehérvári törvényszék számára, és azt próbáljuk kezelni, és kértük a segítségét, és ők is biztosítottak arról, hogy mind a jogszabályi változások tekintetében, mind a lehetőségekhez mérten segítséget fognak nyújtani. Az Országos Bírósági Hivatal elnöke ezúttal is számos pozitív tapasztalatot szerzett. Hihetetlen erőt ad ismerni és látni az embereket a maguk környezetében. Megtapasztalhattuk azt, hogy szeretik azt, amit csinálnak, szeretik az ügyeket, láthatóan szeretik az embereket, szeretnének segíteni a problémáikban, akik a bírósághoz mennek. Ez nagyon sok erőt ad nekem személyesen is, hogy tudjam folytatni a munkámat, hogy érdemes akár a jogszabálymódosításokat elindítani, akár az épületfelújításokra a forrásokat megszerezni. Sok pozitív visszajelzést kaptunk, és sok javaslatot is arra, hogy mit, hogyan kellene, vagy lehetne átalakítani. Baranya, Zala és Svejer megye után márciusban Nógrád megyébe vezet az UBH delegáció útja.